Nekünk, utódoknak az a feladatunk, hogy emlékezzünk azokra, akik életüket adták a hazáért. Erre hívta fel a figyelmet Puskás Tivadar polgármester az első világháborús emlékmű előtt a Szent István parkban. 1931-ben avatták fel Merkli Ferenc alkotását, amelyről 1940 után eltűnt az oldalán lévő két emléktábla. A most átadott írás tartalmát hosszú kutatás után a nyugalmazott építész, a Romi Rajki műpártolókör elnöke azonosította be. Neki köszönhető az, hogy a helyén újra állhat emléktábla. Volt egy rossz fénykép, aminek csak egy részét láttam. Kiderült, hogy ezen a 83-as gyalogezred és a testvér ezred, a 106-os gyalogezred csatahelyi szerepeltek Olaszországban a Piave menten vívott csaták. Ezeket pótoltuk most. Az ünnepségen a 83. gyalogezred emeharcáról is megtudhattak részleteket a jelenlévők. Szombathely házi ezredét jelentő császár és király 83. gyalogezred 1917. októberében került az olasz frontra, ahol az utolsó nagy osztrák-magyar monarchia beli offenzívára került sor 1918. június 15-én. Ebben vett részt az alakulat. Az esemény végén a város, a szervező Rumi Rajki műpártolókör, a Szavária Múzeum képviselője mellett a hagyományőrző alakulatok is elhelyezték a tisztelet koszorúját a most teljessé vált első világháborús emlékműnél.